elrepültél? Miért? Tudod, hogy Max jóban van Louis-szal. Louis ugyan Tonynak dolgozott, de már nem az alkalmazottja, ha nem tudnád, Rachel. Marnie, Louis mindig együtt van Max-el. Szerintem most is egyenesen egy telefonhoz rohant. Louis nem dolgozik Max-nek. Különben is inkább gratulálnod kéne, nem veszekedned. Gratulálnom kéne? Igen. Miért? Azért, mert hála nekem, nem kell Roberttól kölcsön kérned. Ezt hogy értsem? Louis-tól kapok pénzt. Te pénzt kértél Louis-tól? Igen! Elment a józan eszed? Nem is ismered ezt az embert. Én nem bízom meg benne. Gondolom éppen most hívja Max-et, hogy megmondja neki, hol találhat meg minket. És ez az egész rémálom kezdődik előről. Biztos, hogy nem teszi. A világon semmi köze nincs már a Stagdale családhoz. Marnie, légy szíves, ne csinálj több hülyeséget. Már éppen elég bajt okoztál eddig is nekem. Tehát minden az én hibámból történt, ugye? Igen, te tehetsz mindenről. Mert ha nem ittad le volna magad ezzel a Louis-zal, akkor ez az egész nem történt volna meg. Igen, és ha te kezdettől fogva őszinte vagy, akkor nem dobott volna ki téged. Tony, nem dobott ki, ha tudni akarod. Én jöttem el. Hát persze, ezt másnap próbáld bemesélni. Unom már, hogy mindig azt kell tennem, amit te akarsz. Úgy döntöttem, nem megyek vissza San Franciscóba. Tessék! Ha már dolgoznom kell, akkor inkább itt keresek munkát. Maradok. Jól van, maradj csak itt, én örülök neki. Legalább nem kell, hogy továbbra is én tartsalak el. Sosem dolgoztál, épp ideje, hogy elkezd. Fogd be a szád, és inkább edd meg a szaros szendvicsedet, te hülye! Nem kell tőled a világon semmi. Jó reggelt. Jó reggelt. Hogy aludtál? Jó. Na és te? Én le sem hunytam a szemem. Nagyon aggódom, érted? Tony, mit szándékozol tenni? Tényleg el akarsz válni? Vagy elmész a rendőrségre? Te inkább Max miatt aggódsz. Mindkettőtök miatt, Tony. Max ártatlan, de ha feljelentést teszel, ő is bajba kerül. Nyilván meg fogod vádolni őt is. Látom, megint fordult a kocka. Nem, de iszonyú káosz van bennem. Én már nem tudom, kinek higgyek. Te abban biztos vagyok, hogy Max csak itt, Acapulcóban ismerte meg Rachelt. Nem engedhetünk meg magunknak egy újabb botrányt. Erről jut eszembe, ha most elválok Rachel-től, a házassági szerződés szerint a vagyonom fele őt illeti. Ezt komolyan mondod? Igen, ez a helyzet. Az ügyvéded nem tehet valamit? Most találkozom vele. Ó, Tony, csinálj valamit, ez tönkre teheti az egész családot. Igen. Szia. Szia. Mennem kell. Mit akar az ügyvédjétől? El akarja indítani a vállópert. Nem is házasok. Miért kellene elválni? A papírok hamisak. Ezt meg honnan veszed? Victoria, nem vagyok hülye. Clarkkal együtt tisztában vagyok a helyzettel. Max mondta el. És te is említetted, hogy Tony szerint Rachel csak egy csaló. Erről hallgass, Camille, eszedbe ne jusson másnak kikotyogni. Ha Tony vállópert indít, Rachel tekintélyes végkielégítést fog kapni, nem? Annyi pénze lesz, hogy élete végéig tejben vajban lubickolhat. Sőt, a családja is. Sajnos nem csak a végkielégítésről van szó. A házassági szerződés szerint mindenük közös.
Micsoda? Tony vagyonának a fele Rachelé? Így van. Az örökségem fele is az övé. Pontosan. Tonynak elment az esze. Azonnal el kell mennie a rendőrségre. De ha feljelentést tesz, akkor Rachel bevádolja Max-et, hogy ő kényszerítette. De ez igaz. Dehogy igaz. De ezt fogja állítani, hogy tönkretegye az egész családot. Szia! Hová tűntél? Szia, Julie! Rengeteg dolgom volt, szereztem munkát, és bejárok a kórházba. Kérsz egy kávét? Hé! Amikor utoljára láttalak, piszok módon viselkedtél! Bocsáss meg! Minden rendbe jött. Mr. Stockdale nem tud semmit, és megtalálták Largemont. Tényleg? Hol? Nem tudom, nem mondták. És? És? Semmi. Ez már nem az én problémám. Az viszont érdekel, hogy hol lakik Largemont. Meg akarom kapni a pénzünket. Nem adta meg a címét? Nem. Nem? Pedig el kéne mennünk hozzá. Beállítani és elkérni a pénzt. Ó, ez nem fog menni. Miért nem? Mert nem tudom, hol lakik. Azt mondta, elhozza a tartozást, de nem tette. Hé, de a barátaitól megszerezhetnéd a címét. Azt nem lehet. Falasztak nekünk Mr. Stockdale előtt. Nem kérhetek tőlük még egy szívességet. Miért nem? Mit szólnának, ha megtudnák, hogy a pénzt azért el akarom tenni? Olyan rendesek voltak. Hát akkor meg kell várnunk, amíg elküldi a pénzt. Még elküldi a pénzt? Kivel küldi el? Illetve elhozza. Ő maga fogja elhozni a pénzt. Igen. Miért mondtad, hogy küldi? Véletlenül nyelvbotlás volt. Azok után, amit tett, ráadásul még mindennek a fele is az övé. Camille, higgadj le! És miért? Szerinted ez igazságos? Hogy lehetsz ilyen gyáva? Az örökségemet nem hagyom! Ki a fenét hívsz? Myrát! Nem telefonált senkinek! Tessék! Elég volt a bajkeverésből! Azt csinálok, amit akarok! Szó sincs róla! Azért tartunk ott, ahol tartunk, mert nem tudod tartani a szádat! Csak bajt okozol Tonynak! Milyen bajt okozok? Miről beszélsz? Nem mondok semmit. Azonnal továbbadnád. Csak most az egyszer tedd meg, hogy a családi gondokat nem kötöd mások orrára. Ennyivel tartozol Tonynak. Mondd el. Nem mondom. Tudnom el. Kell róla. Tőlem ugyan nem fogod megtudni. Azért mondjam el, hogy azonnal továbbad. Fogd be a szád, vagy szólok Tonynak. Szia!